Egy hosszú szezon végén Vas megyei rangadóra került sor a férfi élvonalbeli kosárlabda bajnokság fináléjában. Pénteken még az égiszkörmend volt kartnyújtásnyira az aranyéremtől, azonban a negyedik és a mindent eldöntő összecsapáson már a címvédő akarata érvényesült. A Rába parton megrendezett találkozón a harmadik negyedben nyújtott extra védekezésre alapozta 77-62-es győzelmét Milos Konakov alakulata. Majd vasárnap este az aréna Szaváriában végig kontrollálva a derbit, rendkívül magabiztos játékkal 99-70-re nyert a Falkó, és története során negyedszer hódította el a bajnoki aranyérmet. Az eredmény önmagáért beszélt, tehát úgy mentünk ki a pályára, hogy nem akartunk egy percig se esélyt adni a körmennek, és ez meg is látszott azon az energián, amit mutattunk, úgyhogy örülünk annak, hogy végül így sikerült megnyerni. Nyilván egy nagyon hosszú szezon van mögöttünk, és egy nagyon kemény playoff, úgyhogy végül is azt szokták mondani, ha a vége jó, minden jó. Úgyhogy örülünk neki, hogy tényleg hogy sikerült a saját közönségünk előtt bajnoki címet ünnepelni. Érdekesség, hogy a szombathelyi kosarasok első ízben élhették át, milyen érzés bajnoki címet hazai környezetben megnyerni. Korábban ugyanis kétszer Körmenden és egyszer Szolnokon diadalmaskodott a Falkó. Vasárnap késő éjszakában nyúlóan ünnepeltek a szurkolók és a játékosok. Ugyanakkor a szezonnak korán sincs vége a főszereplők számára. A bajnok Falkó csapatából Váradi Benedek, Perl Zoltán, Somogyi Ádám, Golomán György, Benke Szilárd és Keller Ákos, míg az Égisz Körmend együtteséből Ferenc Csaba már a válogatott edző táborában tréningez. Nemzeti csapatunk július 1-én világbajnoki selejtező mérkőzést játszik Portugália ellen Budapesten a Tüske csarnokban.